A Magyar Kyokushin Karate Szervezet a 2000. évben az FTC Népligeti csarnokában rendezte meg súlycsoportos bajnokságát, amelyre 40 hazai klub közel 150 versenyzője adta le nevezését. Az idei bajnokságot már a 2001-es Budapesti Világkupa tükrében bonyolította le a rendező Stabilitás Karatekáj szervező gárdája, amely a világkupáig tartó budapesti eseménysorozat első állomáspontja. A versenyen férfi és női kategóriában 3-3 súlycsoportban a Kyokushin Kumite szabályai szerint, azaz teljes KO erejű full kontakt küzdelemben, valamint formagyakorlatban mérik össze tudásukat a versenyzők. A formagyakorlatverseny női mezőnyében Hegedűs Lívia távolléte jelentősen megváltoztatta az erőviszonyokat. Így az első helyet az EB ezüst és bronzérmes Fodor Andrea, a Banzai versenyzője szerezte meg, míg a második helyen Tóth Renáta, a vasári versenyző végzett. A kategória bronzérmese Teisler Ágnes, veszprémi versenyző lett. Yeah.
férfi kategóriában ebben az évben az EB-re való kijutás volt a tét, így a selejtezők alatt a versenyzőkben nagyobb feszültség volt érezhető, mint a nőknél. A döntőben az 1998-as nagyváradi EB fináléja ismétlődött meg, ahol Szabó István, a Szatori Ese versenyzője első helyezést, míg Tóth Attila a Basárról az ezüstérmet szerezte meg. Dr. Csizmadia Zsolt bemutatóját a bírók a harmadik helyre sorolták. '97-ben az EB-ről ezüstöt, 99-ben pedig bronzot hoztál haza. Számíthatunk-e arra, hogy jövőre aranyat hozol? Nagyon örülnék neki, hisz az ezüst és a bronz mellett azért tényleg egy-egy aranyat is szeretnék, és ezért mindent meg fogok tenni, hogy ez valóra váljon, ez az álmom. Ma egyszerre láthattunk versenyezni és bíráskodni is. Hogyan egyezteted össze a kettőt? Nagyon-nagyon nehéz igazságosnak lenni, és nagyon-nagyon fel kell vállalni, kimondani, hogy most melyik volt a jó. Nehéz igazságot tenni, nehéz a katedra túloldalán állni. Teljesen más szemszögből látom itt a dolgokat, a székből, mintha ott lennék bent, és én versenyeznék.
verseny szakmai szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hiszen az OB helyezettjei alkotják a szövetség válogatott keretét. Ezek a versenyzők az elkövetkezendő időszakban elsősorban a litvániai EB-n képviselik majd hazánkat, amely már válogató a budapesti világkupára is. Give me a kiss.
nemzetközi versenyeknél is gondolkodtam rajta, hogy egyelőre nincsen kitűzött célom, talán a világkupa lenne az, ami ahol még el szeretnék indulni. Most a stabilitásnak, mint edzője vagy jelen ezen a versenyen, mennyire más feladat ez, mint kiállni versenyezni? Legalább annyira izgulok, mint ők, sőt, majdnem annyira izadok, mint ők. Nagyon jó, végül szeretek itt lenni, szeretek a többiek mögé beülni, szeretem, hogyha vagy szeretnék nekik segíteni, és remélem, hogy tudok is nekik segíteni. A küzdelmek során észlelhető volt az a generációváltás, amely évről évre frissíti a mezőnyt, de néhány nagy név visszavonulása miatt űrt is hagy maga után. Ez elsősorban a plusz 80 kg-ban jelentett átrendeződést a dobogon. A női 50 kg-ban a döntőt Bálint Anita, a nagykörösi klub versenyzője, Európa bajnok harmadik helyezett lívta, Lőrik Tímea jászberényi versenyzővel. Kettejük nagy csatájából Bálint Anita került ki győztesen. Harmadik helyen az Európa-bajnok Sós Krisztina végzett. Női 60 kg-ban a tavalyi bajnok Módszer Melinda, a Szatori Ese versenyzője védte meg a trónját a nagykörösi Sós Benke Mónikával szemben, aki a második helyen végzett.
A női nehéz súlyban körmérkőzés alapján dőlt el a bajnoki cím sorsa, így legjobbnak a martfői Tóth Ivett bizonyult a nagykörösi Szövetes Veronikával szemben. A harmadik helyezést a székesfehérvári Bukovics Bernadett, a Pagoda Ese versenyzője szerezte meg. Látottak alapján elmondhatom, hogy ez az év is méltó folytatása volt az elődeinek. Igaz, hogy új helyszínen, de a stabilitás karatekáinak sikerült megoldani minden problémát, és egy sikeres bajnokságot tudhatunk magunk mögött. Sok új karatéka jelent meg a mai versenyen, hát az majd jövőre fog eldülni, tehát a hátralévő versenyeken, hogy igenis milyen eredményeket fognak majd elérni. A férfiak 70 kg-os kategóriájában az eddigi évek bajnoka, Németh Gábor kapuvári versenyző ismét megvédte bajnoki címét a trónkövetelő Soproni Presics Norberttel szemben. A 80 kg-ban az aranyérem tulajdonosa, a csoproni Demeter Zsolt őrizte meg veretlenségét a döntőben a hasonlóan rutinos Jarábik László ceglédi versenyzővel szemben. Férfi nehéz súlyban a veteránnak számító Leitner Ferenc, a Győri Szatori Ese edzője szerezte meg az első helyet, míg a második helyre Mali György, a stabilitás versenyzője került.